Minden szó, hangjegy és a vers létünk dalához néma partitúra. Fogalmazza meg találóan Tóth Krisztina kortárs költő a zene és a vers elválaszthatatlanságát és alapvető összefonódását életünkkel. Ennek jegyében hallgassák meg a 11. osztályos diákjaink búcsúzó irodalmi összeállítását Oskovics Viktória és Juhos Benedek 11. A osztályos tanulók előadásában. Márai Sándor, arról, hogy minden nap tovább kell menned. És mert vándor vagy, minden nap tovább kell menned az úton, mely egyetlen célod, tárt lelked, és lelkedben elrejtett isteni tartalom megismerése felé vezet. Nem könnyű ez. Gondolj csak meg, milyen sokfajta csábítás hívogat út közben, hogy megpihenj, félbeszakítsd utat, mássá törődjél. Tovább kell menned, hiszen dolgod van. Körülbelül így szól hozzád az élet, minden nap, minden pillanatban. Megpihenni hív, kielegni, szórakozni, kielégülni a hiúságban és hatalomban. De mikor nem ez a dolgod? Vándor vagy, és minden nap tovább kell menned. Nem tudhatod, meddig élsz, és egyáltalán lesz-e időd eljutni utad végcéljához, lelked és az Isten megismeréséhez. Ezért megy tovább. Sebes lábakkal, és szegényen is, mert vándor vagy. Szép Ernő, ne hidd. Ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az. Mit álmodtál, az az igaz. Mi nem vonat, mi nem haló, az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon meg a köszönöm. A gyöngétség, a figyelem. Csak az, az az igazi delem. Csak a segítség, a vigasz,
A barátság, az az igaz. Csak az a gyémánt szeretet, mit a szívekre beletett. Megmarkolom két válladat, szemembe nézd, ne hadd magad. Tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, mert ne hadd magad. Felkérem Lencse Ferenc, gazdasági igazgató urat, hogy tolmácsolja Miklós Anikó tankerületi igazgatóasszony üdvözletét. Tisztelt igazgató úr, igazgató helyettesek, osztályfőnökök, pedagógusok, kedves diákok, tisztelt hölgyeim és uraim! A Hódmezővásárhelyi tankerületi központ részéről Miklós Anikó tankerületi igazgatóasszony ünnepi gondolatait szeretném tolmácsolni. Kedves ballagó diákok! Ezúton köszöntelek benneteket a mai rendkívüli napon. A középiskolai tanulmányaitok végére értetek, a felnőtté válás kapujában álltok. Tiszteletet és köszönetet érdemelnek tanáraitok, szüleitek, családotok, akik ezen az úton végigkísértek, támogattak titeket. A temérdek tudás, tudomány mellett, amelyet a tanórákon elsajátítottatok, kiemelt jelentőséggel bírnak a gimnáziumban megkötött barátságok, szerelmek, az együtt töltött idő, élmények és a közösségi programok. Ezek együttese adja az alma materhez kialakult kötődéseteket, ezek lesznek azok a reményeim szerint sokszor pozitív élmények, amikre sok-sok év múlva is boldogan emlékeztek. A következő héttől az érettségi vizsgákon mutatjátok meg, hogy az elmúlt évek alatt milyen sokrétű ismeretre tettetek szert. Ez a lezárása a gimnáziumi tanulmányaitoknak, és a legtöbben szeptembertől felsőoktatási intézményben tanultok tovább. Biztos vagyok benne, hogy az intézményben szerzett tudás jó alapot ad számotokra, mind a felsőoktatásban való továbbtanulásra, mind pedig az elkövetkezendő életetek során. A megmérettetéshez sok sikert kívánok nektek. Az elkövetkezendő évekre pedig az alábbi Goethe idézetet adva útra való úr, kívánom, hogy találjátok meg saját életpályátokat, amelyben eredményesnek és boldognak érzitek majd magatokat. Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, s minden elérhető, ha van benned bátorság, remény és szeretni erő. Köszönöm szépen! Most iskolai igazgatója Álva Lászlót kérem fel búcsúztató beszédének megtartására. Köszönöm szépen, kedves ballagó diákok, kedves szülők, hozzátartozók, kedves tanári kar, kedves vendégek! Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök a Németh László gimnázium végzős évfolyamának ballagás ünnepségén. Érdemes belegondolni abba, hogy a Földön ünnepei csak az embernek vannak, és hát valójában a hétköznapok sem egyebek, mint a felkészülés napjai a következő ünnepre. Ez a felkészülés, ez a várakozás teszi talán könnyebbé a hétköznapi megszokás monoton szürkeségét. Az emberi élet valami különös, nehezen magyarázható tulajdonsága azonban, hogy legtöbbször csak valaminek a kezdetét és a végét tudjuk ünnepelni. Csak akkor állunk meg és nézünk előre, vagy pedig tekintünk vissza. Ami pedig a kezdet és a lezárás történt, lehet az aztán akár 12 esztendő is. Azt megéljük, nyilván a hétköznapokon különösebb ünnepi érzések nélkül, és csak a végén fog el bennünket valami jóleső szomorúság, hogy az egész, amit magunk mögött hagytunk, szép volt, de még egyszer meg nem ismételhető. Azután az ünnepek megülésének van egy hagyományos szertartásrendje, amit hát lehet, hogy talán, ha nagyon őszinték vagyunk, azt is mondhatnánk, hogy talán még egy picit ununk is, de ha valamely rész elmaradna, akkor talán hiányosnak éreznék az ünneplést, csonkák maradnának az emléke. A ballagási ceremóniának az egyik ilyen eleme az igazgató búcsúzó beszéde, hát amely sokszor megjelenik mindenféle parodisztikus, humoros formákban, filmeken, erre-arra, mint amely nem más, mint frázisok meg közhelyek gyűjteménye.
Úgyhogy minden évben, amikor fölkészülök arra, hogy a búcsúzó diákokhoz és a szeretteikhez szóljak, hát talán az a legnagyobb feladatom, hogy valóban mondjak is valami érdemlegeset azoknak, akik nem csak hallanak, hanem meg is hallgatnak, és fülük és elméjük is nyitott a szavaimra. Erre próbálok törekedni, talán nem teljes kudarca. Kedves szülők, tisztelt tanári kar, kedves diákok! Szülők és a tanári kar közös munkája eddig tartott, ennek itt a mai napon vége van. Még a család az érzelmi intelligenciát, a személyes kötődéseket formálta a gyermekek lelkében, addig az iskola elsősorban az értelme és a képességeket erősítette és fejlesztette, hogy a diák évek után ezek birtokában felnőtté váló ember sikeresen formálja immár saját sorsát, erősítse majdani családját, szűkebb és tágabb közösségeit, és hát ne féljünk a pártoktól, hát akár a hazáját. Az, hogy ez a munka, mármint amit a szülők és a tanárok közösen végeztek az elmúlt években, eredményes volt, azt a mai nap azt mondom igazolja, hiszen szemmel láthatóan a búcsúzók másfél évtized alatt értelmes felnőttekké váltak, akik képesek arra, hogy felelősséget vállaljanak saját sorsukért, és most már átvegyék tőlünk, tanároktól, szülőktől saját életük irányítását. Képesek immár helyesen gondolkodni, és képesek helyesen viselkedni, ezzel pedig önmaguk számára is megteremtik az értelmes élet lehetőségét, ami majd reményeink szerint olykor-olykor, reméljük minél többször boldog pillanatokhoz is elvezet, és szűkebb vagy tágabb közösségeiket is gyarapítani, gazdagítani fogják. És hogyha az iskola sok-sok helyes és erkölcsös fiatalat ad a jövőnek, ott mind az egyes ember, mind pedig a közösség, vagy nekünk a pártoktól, a haza is sikerre van ítélve. Persze mindez még csak egy lehetőség, meg egyben most már felelősség is. Ráadásul persze az, hogy mi a siker, nem könnyű megmondani. Rövid távon, sokszor halljuk médiából, tehát hangsúlyozom, rövid távon a szószoros értelmében kifizetődő lehet talán a rossz gondolkodás és a helytelen viselkedés is. A felelősség áthárítása másra, másokra az esetleges nehézségekért vagy kudarcokért, de azért erre értelmes, tartalmas és hosszabb távon értelmes és tartalmas életet építeni, azt gondolom nem lehet. És bár minden tőlük megtettünk, iskola és a szülők, nincs olyan iskola és nincs olyan család, amely teljes egészében képes lenne egy teljesen bizonyosan kudarcmentes életre felkészíteni. Ettől azt gondolom nem kell rettegni, azt írt egy kínai bölcs, hogy egyszer-egyszer még a bukás is hasznos lehet az ember számára, ha megtapasztalja utána a talpraállás örömét. Hát ezért azt kívánom, hogy a kudarcoktól se rettegjetek, mert a rettegés az aztán tényleg fénykor lesz. Kétségtelenül vannak a jövőnknek, mindannyiunk jövőnek árnyékos részei, amelyeket nem látunk világosan, de az is biztos, sőt ez a legbiztosabb, hogy életetek legszebb évei következnek, hiszen olyan fiatalok, mint 20 és 40 éves korotok között vagytok és lesztek, soha többé később már nem lehettek. Használjátok ki ezért, éljétek ki a fiatalságotokat érzelmekben, gazdagban és józan értelemben. Érjétek el céljaitokat, hogy a sokszor idézett Szent Györgyi Albert mondta azt, hogy a fiatalságnak az a legjobb, hogyha mértéktartó mindenben, kivéve a céljaiban. Kedves Ballagó diákok, kedves vendégeink, engedjék meg, hogy külön szóljak néhány szót azokról a tanárokról, akik ezt a közel 70 fiatalt végigvezették a gimnázium pályájukon. Ez a 6-7 év az ember életének nem a legkiegyensúlyozottabb időszaka. A kamaszkorban nagyon felgyorsul a test és a lélek átalakulása, és minden, ami gyorsan növekszik, bizonytalanná és sebezhetőbbé válik. A gyermekkor és a felnőttkor határán álló ember keresi önmagát, sokszor sértetten fogadja, ha még gyermekként kezelik, de ugyanakkor még nem rendelkezik a felnőtt előrelátásával és tapasztalataival.
Ez a határhelyzet nagyon sok feszültséget gerjeszt, kortársakkal, osztálytársakkal, felnőttekkel, szülőkkel és tanárokkal is. Nagyon nagy feladatot ró ez aztán a közösséget vezető osztályfőnökökre. Kezelniük kell azokat a konfliktusokat, amelyek az egyre erőteljesebb egóval bíró osztálytársak között keletkeznek. Nyitottnak kell lenniük mindenki felé, és a kell segítséget nyújtani a személyes válságok, problémák megoldására. Az a három kollega, aki most itt ül mellettem, és azt a két osztályt átvezette ezen a nehéz időszakban, kiváló emberi teljesítmény nyújtott, és kiváló szakmai teljesítmény nyújtott. Surányi Csilla az A-osztályvezetőjére, de Simon Tibor és Balázs Brigitta B-osztály osztályfőnöké nagy odaadással feleltek meg ennek a kihívásnak. Ők nem csak szakmai tudásukat és munkaidejüket fordították erre a humán projektre, egy hivatos kifejezéssel éljek, hanem beszélgetéseinkről egészen bizonyosan tudom, hogy ezek a közösségek és közösséget alkotó személyek örömeikkel, gondjaikkal személyes életük részévé is váltak. Ezért éjségesen rossz indulatú, amikor azt halljuk, hogy a tanács csak 24 órát dolgozik egy héten, csak ők tudják itt mellettem, hogy hány álmatlan éjszakájukat, feszült hétvégéjüket áldozták arra, hogy válságban lévő fiatalokat segítsenek, mérgező konfliktusokat oldjanak meg, és munkájuk során ők nem a karjukban, hanem a lelkükben hordoztak sokszor mázsás terheket, tették túl magukat egy-két esetben megmagyarázhatatlan, irracionális támadásokon is. Hivatásuk szépsége pedig abban rejlik, hogy láthatták és átélhették ezeknek a fiataloknak az átalakulását, metamorfózisát, azt, ahogy talajtalan kamaszokból szép értelemmel bíró felnőttekké váltak. Az ő hivatástudatuk legyen példa iskolánk minden tanára számára. Csak így lehet, csak így érdemes. Ez a szülők, az emberi empátia néha megcsal minket. Most talán sajnáljuk gyermekeinket, hogy milyen nehéz lehet neki kiszakadni a család védelmező biztonságából. Azonban én ezt tapasztalatból tudom, hogy az elszakadás az nekünk nehezebb, szülőknek. Nem tehetünk más, bíznunk kell azokban, akik elérkeztek életüknek abba a szakaszába, amikor már önállóak akarnak lenni, amikor már el kell engedni a kezüket, mert a gondoskodás már teherré is vállalt számukra, elbizonytalaníthatja őket önmagukban. Ez persze részünkről, felnőttektől is önfeladást követel, de nem tehetünk más. Legfeljebb annyit, hogy féltésünket, aggodalmainkat megpróbáljuk elrejteni az arcunkon, amikor ránézünk a gyermekeinkre. Én köszönöm a szülőknek azt a bizalmat, amelyet iskolánk felé fordultak, ki 12, ki 6, ki 4 éven keresztül. Szeretném megköszönni a türelmet és a hitet, amelyel döntéseinket fogadták és azokat támogatták. Költségét idézve, önöknek, kedves szülők, megadott az élet legédesebb öröme, jókat szeretni és jóktól szerettetni. Nos, kedves búcsúzó diákjaim, az ember nem indulhat másként a felnőtt élet felé, mint bizalommal, nyitottsággal, önérzettel és humorral. Ezek közül talán a humor a legfontosabb, mert a bizalmatlan, zárkózott, kellő ismerettel nem rendelkező embernek humora sincs. A bizalom tesz nyitottá a világ felé, az abba vetett hit, hogy a világban több a szépség és az érték, mint a gonoszság és az aljasság, és a körülöttem élő emberek döntő többsége jó, és jó akar még akkor is, ha a körülmények néha-néha megakadályozzák, hogy ezt kifejezésre juttassak. A bizalommal és nyitottsággal közeledünk a világ jó oldalához, akkor mi is oda fogunk tartozni. Ezt a jó oldalt fogjuk gazdagítani, mások és a természetesen önmagunk örömére. És persze szükség van akaraterőre, bátorságra és józan fegyelembe is, hogy egy másik bölcsességet idézek. Annak, aki az álmait valóra akarja váltani, hát bizony muszáj ébren maradnia. Köszönöm a sorsomnak, hogy ilyen diákokat, ilyen embereket vezetettem most is, mint amelyek ti vagytok. Szép és nemes részévé váltatok ennek az iskolának, és az a részetekké vált. Életetek legmaradandóbb, de emlékeit most már innen fogjátok felidézni. Legyetek rá büszkék, ahogyan mi is büszkék vagyunk rátok. Isten óvjon benneteket, várunk vissza titeket. Köszönöm, hogy meghallgattatok. A ballagás alkalmával az itt maradó évfolyamok elbúcsúznak a végzősöktől. Hallgassák meg Varga Dániel 11. A-osztályos tanuló tolmácsolásában a 11. évfolyam búcsú szavait. Tisztelt vendégeink, kedves szülők, barátok, ismerősök, hölgyeim és uraim! Kedves végzős diáktársaink!
Megtisztelő számomra, hogy az alsó B-folyamosok nevében búcsú beszédet mondhatok. A mai nap nagyon fontos számotokra. Eljött az idő, amikor tőletek, rangidősektől fájó szívvel, de búcsút kell venni. Azt szokták mondani, hogy a ballagás napja az elválásé, és a bánattól könnyes szemeké. Én azonban azt gondolom, hogy ez nem teljesen igaz. A mai nap ünnep is. A ti ünnepetek. Ma minden rólatok szól, ma mindenki miattatok van itt. Pedagógusok, szülők, barátok, ismerősök. Ugyanakkor ez a nap vitathatatlanul búcsú is. Búcsú az iskolától, tanáraitoktól és diáktársaitoktól. Ám az elválást mindig egy új, egy ismeretlen megismerése követi, mely bővelkedik az újabbnál újabb lehetőségekkel. A Németh László gimnázium tanulóiként tanáraitoktól megfelelő alapokat kaptatok ahhoz, hogy a nagybetűs életben is megálljátok a helyeteket. De talán még helyesebb, hogyha azt mondom, hogy a tanáraitoktól is. Hiszen nem szabad megfeledkeznünk drága, szeretett szüleitekről sem, akik mindenben támogattak benneteket. Úgy hiszem, hogy ez a nap az ő napjuk is. Ez a siker az ő sikerük is. Hogy nekünk, alsó B-folyamosoknak miért olyan fájdalmas a búcsú? A rengeteg emlék miatt. Az elmúlt években rengeteg emlékezetes pillanattal gazdagítottatok bennünket. Örök emlékek maradnak az általatok szervezett szalagavatók, karácsonyi műsorok. Különösképpen a mostani 12. a 2022-es tém, ki mit tudott, ők rendezték ezt, és mi nyertük meg. Büszkék vagyunk arra a sok tanulmányi és sporteredményre, amelyekkel iskolánk hírnevét gyarapítottátok. Mindezeket örömmel fogjuk felidézni. Osztályaitokat örökre a szívünkbe zárjuk, hiszen ti voltatok azok, akik rangidősekként a legjobb tanácsokat tudtátok adni, és akik az évek során azt is megmutattátok, hogyan kell igazán jó közösségé kovácsolódni a gimnáziumi évek alatt. Ez azonban már mind a múlt. Ti mostantól mindannyian iskolánk történelmének részei vagytok. Ma még azonban nem szakadtok el teljesen. Ha a nem is olyan távoli jövőbe tekintünk, közeleg az, amitől az évek alatt talán a leginkább tartottatok, az érettségi, amely minden végzős számára kihívás. Ugyanakkor tanáraitok is veletek együtt izgolnak, értetek. Németh László iskolánk névadója így ír a tanári hivatásról. Ez a legönzetlenebb pálya a világon. Mert azt, hogy egy tanár mit csinál, hány mikronnyival emelte meg nemzete műveltségét, ellenőrizni nem lehet. Én szívből kívánom, hogy sikerüljön nektek ez a megmérettetés úgy, ahogyan azt megálmodtátok magatoknak, hogy utána gondtalanul élvezhessétek a nyarat. Ami még útra valótok tud lenni, az az egymáshoz való ragaszkodás, a sok közös emlék, az erős kezű és sokszor erős hangú pedagógusaink iránymutatásai, amelyeket bár néha kifigurázunk, sosem fogunk elfelejteni. A sok arc, a folyosói képek, a reggeli rohanás, a beszélgetések, az el nem készült házi feladatok, a megkésett beadandók, ezek mind-mind belesimulnak majd emlékeitek sorába, és a személyiségetek részeivé, a múlt kincseivé válnak. Beszédemet szintén egy Németh László idézettel zárnám. Ha távozóban egy más bolygón megkérdenék, mi volt a földi élet legnagyobb öröme, a tanulást mondanám. Nem azt, amelynek a végén egy vizsga áll, hanem amit az ember kíváncsiságból, kirándulásként tett az új nyelvbe, az azon át megközelíthető világba, egy új tudományágba, munkakörbe. És ha utána azt kérdenék, mi az, amiért a Földet a történtek után is sajnáltam itt hagyni, azt mondanám, hogy olyan korból és olyan országból jöttem, amelyben a tanulás alkalma és a hozzávaló kedv együtt is rendkívüli mértékben megnőtt.
Magam és az évfolyamunk nevében a legjobbakat kívánom nektek, és őszintén remélem, hogy minden álmatok teljesülni fog. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket! Most hallgassanak meg egy irodalmi összeállítást 12. évfolyamos diákjaink előadásában. A magyar írók költők gondolatait felolvassa Olá Norbert, Szabó Gréta és Rász Luca 12. A, valamint Tóth Vivien és Török György Hanna 12. B osztályos tanulók. Szeretném, ha egyszer az lehetnék, ami leginkább legyen. Egyszer azt mondaná valaki, megsajnáltam a bánatodat, hitetlenségedet, háborgásodat, és neked adom, mi legdrágább. A sorsodat, az önéletedet. Neked adom a teremtésedet, akkor azt mondanám. Legyen erő, a végtelenség örök ereje, aki nem néz hátra, és előre, és nem hallja a múlt időt zenét. Mindig váltani az élet ritmusát. Tudatosan és figyelmesen cserélni munkát, pihenést, hoppalást és bőséget, józanságot és mámort, igen, még a gondot és örömet is. Tudatosan felállni az élet terített asztalom elől, mikor a legjobban esik a bőség, tudatosan bekapcsolni gondokat és feladatokat, melyeknek nevelő erejük van. Nem elbízni magad semmiféle helyzetben. Mindennek aján az isteni gondolatban a szellem, mely kormányozza a világot. És ez a szellem nem tűr semmiféle magabiztos kettelést, önhit elégedettséget, pislogó és lusta kielégülést. Mindig alakulni és változtatni, oda simulni és áldozni valamit, mindig adni, amikor kapsz. Mindig továbbadni, amit szereztél, így vagy úgy. Csak nem biztonságban élni. Mindig várni a vihart és a tűzvész. És ha beköszönt a vihar és a tűzvész, nem csodálkozni és nem sopánkodni. Nyugodtan mondani, itt van, és oltani és védekezni. Van egy általános igazság, amivel mindannyiunknak szembe kell néznie, akár akarjuk, akár nem. Egyszer minden véget ér. Akármennyire is vártam ezt a napot, sosem kedveltem, ha valami véget ér. A nyár utolsó napja, egy nagyszerű könyv utolsó fejezete, a búcsú egy közeli baráttól. De a befejezés elkerülhetetlen. A levelek lehullanak, becsukod a könyvet, elbúcsúzol. Számunkra ez is egy ilyen nap. Ma búcsút intünk mindennek, ami ismerős volt, mindennek, ami kényelmes volt. Tovább lépünk. De attól, hogy elmegyünk, és ez fáj, lesznek emberek, akik részesei maradnak az életünknek, akármi is történjen. Ők, ami biztos taraink, a sarkcsillagaink, és az apró tiszta hangok a szívünkben, amelyek velünk lesznek örökre. Végzős diákok életében jelentős ez a nap, sokféle érzés kavarog ilyenkor lelkükben. A ballagók nevében először Ambrus Jázmin 12. A osztályos tanuló búcsúzik az iskolától. Kedves igazgató úr, tanáraim, büszke szülők, barátok, diáktársaim és vendégeim. Ma itt állunk egy felejthetetlen pillanat küszöbén, hogy megünnepeljük azt a hosszú és hanyagú utat, milyen végigmentünk az iskolapadban. Ezen az úton egy teljes élethez szükséges tapasztalatokkal gazdagodtunk, és most elindulunk a jövő felé, tele reményekkel, lehetőségekkel, és meg annyi szép emlékekkel. Elsőként hadd mondjam el, mennyire büszke vagyok mindnyájunkra. Ezen az úton nem csak tudást szereztünk,
hanem barátságokat építettünk, és olyan élményekkel gazdagodhattunk, amelyek örökké velünk maradnak. Minden egyes nap, minden egyes óra, és minden egyes pillanat hozzájárul ahhoz, hogy azokká váljunk, akik ma vagyunk, felkészülve a nagyvilág felfedezésére. A mai napon azt a kitartást, a kemény munkát és a fejlődés eredményeit ünnepeljük, és elmondhatjuk, méltán élhetjük át a ballagás örömét. Szeretném megköszönni pedagógusainknak a sok éves és fáradalmas munkájukat, ami nem csak arra tanított minket, hogy hogyan használjuk a négyegyű függvénytáblázatot, vagy az atlaszt, hanem életre szóló leckéket kaptunk, mivel megtanították az emberség fontosságát. Az iskola nem csak bán a tanulásról szól. Itt tanultunk meg, hogyan kell felelősségteljes, empatikus és tiszteletteljes emberként létezni a világban. Ezek mind a felnőtté válás alapfogalmai. Köszönjük, hogy segítettek tanulmányainkban, fejlődésünkben. Szeretett Csillaném! Engedje meg, hogy ezen különleges alkalommal a ballagásunk napján kifejezzük hálánkat és köszönetünket mindazért, amit értünk tett az elmúlt évek során. Az osztályfőnök nem csupán egy tanár, aki az osztályunkat vezeti, önmentor, tanácsadó, és amikor szülői szerepet is betöltő, támogatunk volt. Amikor először beléptünk az iskolába, sokan kerestük még a helyünket, és nem tudtuk kivárni. Ön volt az, aki segített nekünk megtalálni önmagunkat, aki bátorított, és hitt bennünk. Köszönjük a türelmet, amelyel kezelte a nehezebb pillanatokat és a nehéz döntéseket. A közös munka és meg annyi beszélgetés, melyet osztályfőnöki órákon, vagy akár az osztályterem előtti padokon folytattunk, mindent hozzájárultak ahhoz, hogy ma itt állhassunk, önölött, büszkén és magabiztosan. Most, amikor új kihívások és lehetőségek felé nézünk, biztosak lehetünk abban, hogy ez a tudás, erő és bölcsesség, amit nyújtott, mindig velünk marad. Köszönjük, hogy útra való adta nekünk ezeket az értékeket, köszönjük, hogy részese volt ennek a fejezetnek az életünkben. Továbbra is büszkén fogunk emlékezni arra, hogy Csilla néni volt az osztályfőnökünk, az A208-es terem diákjainak pótanya. Szüleink és családtagjaink, köszönjük, hogy mindvégig mellettünk álltatok, és segítettétek utunkat. Köszönjük a támogatást, a végtelen szeretetet és az áldozatokat, amiket az évek alatt meg kellett hoznotok értünk. Az erőtök és kitartásotok nélkül ez az út közel lehetetlen lett volna. Ma az őszinte hálán és szeretetünk kifejezéseként köszönjük meg nektek mindazt, amit értünk tettetek, a biztatást, amit mindig is éreztünk, ez a mai napig vezet minket. Köszönjük azokat a napokat, amikor halmozódtak a dolgozatok és a beadandók, ti pár szóval fel tudtátok villanyozni a napot és motiváltatok. Köszönjük, hogy amikor már tényleg takarítani kellett volna, de ti láttátok a rajtunk lévő terhet, így pihenhettünk házi munkahelyet. Kedves végzős diáktársaim! Meg annyi évet vagyunk ma magunk mögött, ebben az iskolában többünk nőtt fel. Így osztozhattatunk örömeinkben, könnyeinken és matek dolgozatainkon. Ezek a kötelékek és történetek barátságok vonultak össze, amiket mindörökké ápolni és őrizni fogunk. Kívánom mindenkinek, hogy az itt született barátságaink életre szólóak legyenek, és hosszú évek múltán is egymásnak támaszt nyújtsuk az életünk során. Remélem az évek elteltével, pár ranccal gazdagodva bár, de ugyanilyen segítőkész, életvidám és ragyogó arcokat láthatok majd az osztályok találkozókon. Most pedig nézzünk szembe a jövővel. Az elkövetkezendő években rengeteg kihívás fog ránk várni, de higgyünk magunkban és képességeinkben. Mindig legyünk büszkék eredményeinkre, arra, akik vagyunk, de soha ne feledjük el, honnan jöttünk, és hogy mindig van hely tanulásra és fejlődésre. A ballagás nem csupán befejezés, hanem egy új kezdet is. Most induljunk el saját utunkra, és talán nem minden út egyenes, de biztos vagyok benne, hogy minden út egyedülálló és tanulságos lesz. Merjünk nagyot álmodni, és higgyünk is bennük, ne hátráljunk. Az élet egy nagy könyv, minden nap egy új oldala nyílik meg számunkra, amitől nem kell félnünk. Legyünk kíváncsiak, és éljünk teljes életet tiszta szívvel. Legyen ez egy örömteli és büszke nap mindannyiunk számára. Köszönöm mindenkinek a közös élményeket, és kívánom, hogy mindenki találja meg az életben azt, amit igazán szeret, és amiben boldog lehet. Sok sikert! Most a 12. B osztály búcsúzik az Alma Mátertől. Nevükben Tóth Lotti, Pikali Boróka és Trényi Virág mondja az elköszönő gondolatokat.
A búcsúzás nem számít. Egyáltalán nem. Ami igazán számít, az az idő, azok a napok, amit az elválás előtt együtt tölt valakivel az ember, és azok az események, amiket együtt éltünk át, és amire emlékezni lehet. Ezekkel a gondolatokkal szeretném üdvözölni a tanárainkat, Balagó diáktársaimat és hozzátartozóinkat. Mikor elkezdtük a gimnáziumot, mind tudtuk, hogy ez a nap el fog jönni. Sőt, talán az idő múlásával egyre jobban vártuk, hogy a felnőttkor kapujába léphessünk. Mégis az, hogy most mind itt vagyunk, mint fiatal felnőttek, egészen más érzés. Keserédes a gondolat, hogy már nem lesz több szünetbeli fegykálás, nem lesz több lemész nekem létsz a büfébe kérés, és már nem kell senkit sem megkérni, hogy szóljanak, csak késni fogok. Paulo Coelho szavai szavakba öntik, milyen osztályá is alakultunk az évek alatt. Ad, hogy meglássuk a sivatag minden homokszemcséjében a különbözőség csodáját, és ez adjon erőt nekünk, hogy elfogadjuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Mert ahogy nincs két egyforma homokszem az egész világon, ugyanígy nincs két egyforma ember sem, akik ugyanúgy gondolkodnak és cselekszenek. Ugyan sosem voltunk a legösszetartóbb osztály, sőt, néha kifejezetten idegesítettük a másikat, és annyira különbözőek vagyunk. De szerencsére, előbb vagy utóbb, mindig megtaláltuk a közös hangot. Azt is elmondhatjuk, hogy mindenki megtalálta a helyét az osztályban. Olyan közösséget hoztunk létre, ahol mindenki önmaga tud lenni, és talán ez a legszebb bennünk, hogy mindenkit be tudtunk fogadni. Rengeteg sikert értek el az osztálytársaink, amire büszkék lehetünk. Akármire volt szükségünk, legyen az író, festő vagy történész, mindig akadt olyan, aki orvosolni tudta az éppen fennálló problémát. Szeretnénk köszönetet mondani a legnagyobb segítőimnek, mivel nem lettek volna ilyen csodás tanáraink, talán fele ennyire sem lettünk volna összetartóak. Az osztály nevében tanárainknak szeretnénk most hálát adni. Hálával tartozunk Csókai Miklósnének és Zoltai Attilának, művész tanárainknak, akiknek köszönhetően egész magas műveltségű társaság lettünk. Szeretnénk megköszönni Dr. Arany Mihálynak, média tanárunknak, hogy számtalan bölcs tanáccsal ellátott bennünket. Ezek a beszélgetések néha többet értek, mint sok kemény tanulással töltött óra. Köszönjük testnevelés tanárainknak, Utasi Gábornak és Dr. Zsuzsáné Kovács Katalinnak, amiért röplabda, illetve sakkbajnokokat faragtak belőlünk. Köszönjük az informatika tanárainknak, Martonné Vég Katalinnak, illetve Vörösné Varga Melindának, hogy megpróbáltak belőlünk programozót maradni, annak ellenére, hogy csak a paint használatáig jutottunk el. Szeretnénk megköszönni biológiai tanárunknak, Balázs Brigittának, Csalánné Böngyi Editnek és Nagy Erzsébetnek azt, hogy a lehető legnagyobb türelemmel igyekeztek nekünk megtanítani a biológia csodáját és a szervezeti működését. Szeretnénk megköszönni a fizika tanárainknak, Simon Tibornak, Béke Fibajának és Zambori Tamásnak a munkáját, akik mindig fénysebességgel javították ki a dolgozatainkat, és egy-két furfangos válaszunk sem mozdította ki őket nyugalmi állapotokból. Szeretnénk megköszönni történelem tanárainknak, Pengőné Csai Ildikónak, illetve Keresztes Dániának azt, hogy minden létező módon megpróbálták izgalmasabbá tenni a történelmet, amit sikerült is elérni a citás videókkal. Szeretnénk megköszönni a megszámlálhatatlan német tanárunknak, különösképp Spisákné Bognár Juditnak, illetve Dobsa Alexandernek, akik megpróbálták a lehetetlen. Így több olyan osztálytársunk is van, akit felhívhatunk, a tolmásra lenne szükségünk. Köszönettel tartozunk angol tanárainknak, Kristóf Ildikónak, Surányi Csillának, Gudrum Tóth Kittinek és Csordásné Kovács Juditnak, akiknek tehetségét és tanítási elkötelezettségét az mutatja igazán, hogy az osztályban már majdnem mindenki előrehozott érettségét tett, amit gyönyörű eredményekkel sikerült lezárni. Köszönjük szépen francia tanárainknak, Sajt Élmesének és Felek Kovács Tündének, hogy A-tól Z-ig megtanították nekünk az összes igeidőt. Külön említésre méltő a szubjunktív, mely nélkül nem lenne teljes az életünk. Szeretnénk megköszönni magyar tanárainknak,
Kapói Alexandrának, illetve Győri Ivának azt, hogy a legnagyobb szeretettel, türelemmel és odaadással adták át tudásmódjóvát, és igyekeztek megszerettetni velünk az irodalmat és a nyelvet. Hatalmas köszönet jár nekik azért is, mert számtalanszor ellenőrizték hivatalos írásainkat, mint például ezt a szöveget is. Szeretném megköszönni matek tanárainknak, Cseres Imrének, Berger Mariannak és Lengyel Krisztiánnak, hogy minden követ megmozgattak, hogy a lehető legjobbak legyünk matematikából. Így hála nekik, mesterien forgatjuk a számológépet, ám a tárgatva is tudjuk a másodfokú egyenlet megoldó képletét, és már tájből tudjuk, hogy a függvénytáblázatban a 66. oldalon található a csonka gula megoldó képlete. Szeretnénk köszönetet mondani osztályfőnökeinknek. Simon Tibornak, aki megtanított emberségesen viselkedni, szeretni, küzdeni és kitartani. Aki miatt most itt állhatunk, és köszönhetjük a jellemünk egy részét, hisz nélküle most nem élnem velek lennénk. Az utóbbi pár hónapban hatalmas öket energiával támogatott bennünket, mikor közzétette az évek alatt összegyűlt képeinket, melyek nézegetése okozott egy-két könnyes percet, és ezeket a könnyeket nem csak a szomorúság hatotta át, hanem a nevetés is. Tanár úr, ön az, aki mindig törődött velünk, és még ha nem is tudott segíteni a problémáinkon, mindig meghallgatott bennünket. Köszönjük kitartó munkáját, aminek akkor sem lett vége, mikor elment. Végül, de nem utolsó sorban, Balázs Brigittának tartozunk hálával. Ki valószínűleg több nehézségbe ütközött, mint hitte, nehezebben boldogult velünk, mint azt gondolta, mégis önmagán túlmutatva mutatott nekünk irányt, segített eligazodni a felnőtté válás útján, és igyekezett olyan jó osztályfőnök lenni, mint Simon Tibor volt. Ön nem a Tibina által hagyott őt töltötte be, hanem valami egészen más hozott létre. Köszönöm, amiért fáradtságot nem ismerve tett meg mindent, hogy mindenkiből jó embert haragjon. Kedves osztálytársaim! Köszönöm nektek az elmúlt 6 évet, a rengeteg emléket és azt, hogy formáltatok mint ember. Tökéletes búcsúzás nincs, mindig marad egy el nem mondott szó, egy elfeledett szép emlék, amit csak kihagytunk, de tudjuk, hogy a legjobb emlékek nem fognak feledésbe merülni. Eljött az idő, hogy búcsúzzunk, így hát mindannyiótoknak teljes szívemből kívánom azt, hogy találjátok meg azt a helyet, ahol önmagatok lehettek, és legfőképpen, ahol boldogok. Most pedig a Németh László Gimnázium emlékdíjainak átadása következik. Ezeknek forrását Németh László lányának, Németh Juditnak nagylelkű felajánlása szolgálja. Az iskolánk zászlaja jelkép, mely azt szimbolizálja, hogy a végzősök átadják helyüket az őket követő évfolyamnak. Felkérem a zászló jelenlegi és majdani őrzőit a zászló átadására és átvételére. Szégyi
Most iskolánk névadójának, Németh Lászlónak a gondolatait idézi fel Tasi Zsombor, 12. osztályos tanuló, melyekben az író saját vásárhelyi pedagógiai tevékenységét értékeli. Az iskolát olyan helynek tekintettem, olyan helyi iparkodtam tenni, ahol nem külső bilincsek, hanem valami szellemi szubsztrátum a tananyag köti össze a bennevőket. 30-40 ember ül az óra üvegharangja alatt, tanár és tanítvány, s amit behúznak oda, és elpárologtatva megfeledkező lehelletükkel egy sajátos atmoszférává kevernek, az az emberi vívmányok, ismeretek egy parányi, kiemelt része, a szépség egy szemelnyi darabja. Mint más elméletkészítők, én is sokat törtem a fejem, hogyan lehetne ezekből a kis részletekből azt a világmodellt, melyel az egyén tájékozódik és kapcsolódik a világba, a legcélszerűbben összeállítani, ami azonban édes részegségbe ejtett. Amit másokkal is megkívántatni akartam, az az atmoszféra volt. Az volt az igazi óra, amelyen még rászólásra sem kerülhetett sor, az atmoszféra fegyelmezett, amint jó iskolának azt tartom ma is, ahol a nevelés többé-kevésbé durvafogásai helyett, hogy az észrevétlen, az óra atmoszféránkból összeszivárgó fluidum az iskola légköre nevel. A ballagás végén már megszokottá vált, hogy a diákok egy-egy léggömböt engednek fel a levegőbe. Ezt az idén nem teszik a ballagók a környezettudatos gondolkodás jegyében. Iskolánk végzősei színes buborékokkal búcsúznak a diákévektől, a lufikra szánt összeget pedig a Szegedi Daphans Állatvédő Alapítvány részére ajánlják fel. Hagyományőrző jelleggel. Ennél a fánál találkoztatok 2029-ben. Köszönjük meg tisztelő jelenlétüket!
és figyelmüket. Viszontlátásra!